Sziasztok! Lukács András vagyok, és engem érte megtiszteltetés, hogy a tíznapos elvonulásunk utolsó darma beszéde előtti második bevezetőt elmondhassam. Ö, bevallom őszinte, nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit fogok mondani, és az egész elvonulás alatt ö, az pörgött az agyamban, hogy elvárás, amit a az első darma beszéd alatt meg is kérdeztem, hogy mi ez. És hát eljutottam valahova, azt még nem tudom, hogy hová, de azt tudom, hogy még soha nem voltam csöndben úgy emberek között, <laughs> ilyen sokáig, mint most. Csináltam már olyan elvonást, ahol csendben voltam négy-öt napig, egyedül, de hogy emberek között azért ez, ez kemény, kemény volt. Hát sokszor nem is sikerült be valami őszinten. Ez, ez így történt. Egy miről is beszélnék? Most a felkészülésem idej alatt, mi alatt felkészültem a darab beszédre, kimentem ide a házhoz, és elkezdtem nézni a falat, nem tudom miért, de elkezdtem nézni a falat, és megláttam rajta egy csigát, egy ilyen kicsike csigát, egy olyan két és fél méter magasan, és ment egy nünüke, és felé, a csiga felé. És hátam mögött csiripeltek a madarak, gelle, pár meg minden, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ezt nem én irányítom. Mi? Tehát, hogy de ezt nem én irányítom, ez, ez működik magától. És hát ez nekem nagyon nagy tanulság volt, mert ugye ezek az elvárások, hogy minek hogy kell történnie az életben, az, az nekem nagyon-nagyon megvan. Ez a kontrollmánia. hogy hogy akarok valamit, és hogy mit akarok, hogy ez hogy akarom, és akkor azt elképzelem, és mi alapján képzelem el. Ö, én nagyon sok utat jártam eddig az életemben, legalábbis próbáltam járni, Ö, több nevem is van, legalább három bótista nevem, tehát, te, tehát Lukács András a, a polgári nevem, de Tashi Özernek is hívnak, amit szerencsét hozó fényt jelent, Kikászang Dava, ami szerencsét, ö, ö, csak, szerencsés, kedves holdat jelent, van a, az indián nevem az a Mr. Pakuissi, ami az égő fa, és akkor van az itteni ö, darma nevem a Helyeng, amely cselekedett tengere, a cselekvés tengere, és ö, tulajdonképpen, hogy melyik vagyok én. Na, bum. <laughs> de, mert hogy valahol mindegyik én vagyok, de mégsem. Ez is eszembe jutott. Csak gondoltam, hogy elmondom, hogy. hogy na most mi van? Mit mondhatnék valami olyan smi okosat? Hát, annyi minden eszembe jutott itt a kerti munka közben, amikor a ganét így dobáltam, és azt, azt vettem észre a ganétúrás közben, hogy, hogy én most én a. Bocsánat, de hát a, a komposztból, a, a szarból valami új életet teremtek, azzal, hogy abból olyan termékeny föld leszemben, majd a növény kinő. Aztán volt a gyomlálás, hogy most mit csinálok, végül is védem az életet. Hogy ezek olyan szép dolgok, így a munkafolyamat közben, hogy, hogy ezek a, a hétköznapi életben az ember nem foglalkozik, mert azt mondtam ez ezt büntetésnek fogtam volna föl, hogyha nem gyakorlok közben. Hogy ó, miért kelnek maga nit. Ez de, olyan büdös. Tehát az, de té tényleg egyszer képzel, hogy bekaptam a gőzt, és még utána meditáció alatt is éreztem, hogy. Ez ne, a szájszagom, vagy az a komposzt gőze? De tényleg, és akkor, büfögtem is. de már pont, de tényleg ez történt. És hát nem tettem különbséget, jó, legyen a szájszagom akkor. Hát most. Végül is oda jutottam. Hát, hogy, hogy ez történt, és akkor a szájszagom, meg a komposztbűze azonos vagy különböző. <laughs> <laughs> ez a kohan kérdés. Igen. A kohanokkal kapcsolatban is, hát nekem ez, ez is nagyon nagy tapasztalás volt most, mert tényleg lehet hibázni. Tehát, hogy ez az elvárásokra visszatérve. Úgyhogy ha van egy elvárásod, ott nem hibázhatsz, mert ott megvan a kép, annak meg kell felelni. És a kanok ezt bebizonyítják, hogy hú, hú, ez nem így van. Tehát, hogy baromira nem fogod tudni, hogy hogy, 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 mi van. Tehát mindent el kell hagyni, és ez nekem tök érdekes volt. Ö, mi az, amit még mondanék? Hát Jó érzés az az energia, ami árad felén belőletek. Szerintem kevés hely van, hogy általában, ahol ezt az ember tapasztalhatja. Azt a figyelmet, amit néha nem is tudunk mindig megtartani egymás felé, de azért törekszünk rá, szerintem ez nagyon fontos, ez, és ez az egy bédelmet, és én ezt köszönöm nektek. És ennyit szerettem volna elmondani.